Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj Televízió híradóját látják, Víg Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Az ünnepre hangulódtak, húsvét váró a Dombóvári Művházban. Húsvét hétfő, egyre kevesebben indulnak locsolkodni. 10 év börtön a késelőnek, többeket is életveszélyesen megsebesített a román férfi. Gőzerővel készülnek a szezonra, ismét saját termükben edzenek a Tolnai Asztali Tenisz Klub tagjai. Mosolygós gyermekarcokkal telt meg a Dombóvári Művelődési Ház aulája. A húsvétváró rendezvényel az ünnepre való hangolódás volt a szervezők célja, ahol a kicsik többek között színezhettek, tojást festhettek és mézes kalácsot díszíthettek. A vidámságé volt a főszerep csütörtök délelőtt a Dombóvári Műfázban. A gyerekek a húsvét közelettével többféle kézműves foglalkozás közül is választhattak. Ráragasztottuk a taraját, a csőrét, ezt is, a farkát, és kész. Kicsit ráhangolódunk a húsvétra. Díszeket készítünk, mézes kalácsot díszítünk. A 6 foglalkozás közül a mézes kalács szakkör a műfázban az év több napján is elérhető, nem csak az ünnepek közelettével. Hát mutatjuk nekik az írókezelést, mert az még a gyerekek bátrak, de azért mégis a technikát, hogy húzzák a csikot, pöttyözzenek, tehát bevezetjük őket a csodavilágba. Müller Ádám, a művelődési ház igazgatója elmondta, a hagyományos húsvétváró foglalkozást eredetileg a múzeum előtt akarták megrendezni, de a hűvös idő miatt ezt elvetették. Szerencsére sok gyermek érkezett, ezt mindig a szünet első napjára tervezünk, amikor már nincs iskola, nincs óvoda, a szülőknek is van szabadidejük, és még húsvét előtt vagyunk. 6 foglalkozással várjuk itt az érdeklődőket. Egyrészt a házból is érkeztek foglalkozásvezetők, nálunk működik itt a mézes kalács szakkör, náluk lehet mézes kalács díszíteni, aztán a könyvtárosok papírtojástartókat készítenek a gyerekekkel közösen, nálunk működik az éltes kávézó, itt tőlünk balra, ők nyugdíjasok, mindig nagyon szívesen készülnek, többféle papír foglalkozást, tehát papírterméket lehet készíteni, aztán papné Farkas Gabika, aki a szép teremtő kalákát vezeti itt az emeleten, nála is ilyen kakasokat, tyúkokat lehet készíteni papírból. De lehetett még nyulat simogatni, papírbábot és tojást is festeni. Az elkészített munkákat a gyerekek haza is vihették. A kormány továbbra is fenntartja a rezsicsökkentést, ez Gulyás Gergely mondta. A tárcavezető úgy fogalmazott, az idei évi költségvetés gondos tervezésének köszönhetően minden forrás rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lakossági rezsicsökkentést a jelenlegi szabályok szerint fent tudjuk tartani. Az átlagfogyasztásig semmilyen változás nem következik be az árban. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy mint fogalmazott, az energiaárak megnövekedése komoly nehézséget jelent a gazdaságnak, ugyanakkor a kis és közepes vállalkozásoknak megsegítése értelmében a kormány lehetővé teszi, hogy a jelenlegi piaci áron új szerződéseket kössenek meg, összességében 14 ezer ügyfélnek segítenek, amelyek vállalkozások, kisebb önkormányzatok. Munkájukat elismerő okleveleket vettek át a Tolnavár megyei Integrált Szociális Intézmény szakápolói munkacsoportja tagjai a szociális ügyekért felelős államtitkártól. Fülöp Attila ezt a Facebook csatornáján közölte. Mint fogalmazott, a szakápolásért felelős ápolók legjobb tudásukkal, a szakmai irányelvek betartásával végzik munkájukat. Céljuk a személyre szabott szakszerű gondozás, alapápolás, szakápolás biztosítása. Ezáltal az ellátottak az intézményben töltött életszakaszuk során élvezhetik a korábban megszokott függetlenséget, önállóságot. A közösség tagjai folyamatos továbbképzéseken, belső képzéseken, tudáspróbákon frissítik fel tudásukat. 2017-ben hivatásunk mesterei vagyunk a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolnavár megyei területi szakmai versenyén 2. helyezést ért el a munkacsoport. A húsvét hétfőn élő hagyomány a locsolkodás közép-európai szokás, mely szerint húsvét másnapján hajnaltól kezdve a fiúk vízzel újabban csak illatos körnivel locsolják meg az ismerős lányokat. A Tolnavár megyeiek tapasztalata, hogy kihalóban van ez a szép szokás. Az egész ország területén ismert a húsvét hétfőhöz kötődő bohókás szokás, a locsolkodás, aminek hagyománya több ezer évre nyúlik vissza. A fiúk hétfő reggel útnak indulnak, hogy meglocsolják hölgyismerőseiket. Az évek alatt sokat változott a népszokás. Már a pogány időkben is úgy tartották, hogy a víznek tisztító és megújító ereje van, ezért locsoltak a tavaszi napon. Régen a falvakban népszerű volt a fiatalság körében.
A falun azért más volt. Akkor még jöttek jobban locsolni, vártuk őket. Még úgy zajlott, hogy elmentünk locsolni, és a fiatal lányokhoz, de most már nem megyünk el. Nem szoktam locsolkodni, csak erre jártam éppen. A kocsmában voltam, és pizzás minden léptem. Hogy ma van a húsvét, kitartja ezt észben? De hogy nincs nálam kölni, az már több, mint szégyen. Szabad elocsolni. Szabad, csak szabad a polgét. A gyermekek locsolkodása szagos vízzel, rövid versikék kíséretében adománykérés céljából újabb keletű, de a felnövekvő generáció már nem érzi magáénak ezt a szép húsvéti szokást. Nem szoktam már elmenni locsolni, mert már idősnek érzem magam hozzá. A nagyszülők szeretnék, ha a fiatalok nem felejtenék el a húsvét másnapjához kötődő szokást. Szoktak, mikor kicsik voltak az unokák, de már nem jönnek. Gyerekek nincsenek a közelbe. Én nem szoktam, biztos jó gyerekeknek, de én nem szoktam. A gyerekek mi nálunk, a fölnőttek, picik vannak, azok majd jönnek, azok biztos, hogy hát ebben foglalkoznak. A fiatalság és a szépség megőrzését szolgáló locsolásért cserébe a kedves szavak mellé jár a piros tojás és némi zseppénz. A lányok az ünnep harmadnapján visszalocsolással válaszolhatnak a legények gesztusára. Megnövekedett forgalomra kell számítaniuk a közlekedőknek a hosszú hétvégén Tolna vármegyében. Erre figyelmeztet a közút. Mint írják, még a szokásosnál is nagyobb kamionos jelenlétre érdemes készülniük az útólevőknek. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy húsvét alkalmával a legtöbben hétfőn ülnek autóba. Így a magyar közút szakemberei azt javasolják, hogy aki teheti, az inkább hétfőn minél később vagy kedd reggel keljen útra, ha egy hosszabb vidéki utazás után szeretne hazatérni. Kiemelt ellenőrzéseket tartanak a rendőrök Tolna vármegye útjain a húsvéti hosszú hétvégén. Az egyenruhások nagy erőkkel figyelik majd a közlekedőket. Elsősorban az ittas vezetőket szűrik majd ki, de az olyan passzív biztonsági eszközök használatát is vizsgálják, mint az öv. A hatóság munkatársai azt kérik, aki ivott, semmiképp ne üljön volán mögé, és minden esetben tartsuk be a KRESZ szabályait. 10 évre börtönbe megy az a most mindössze 21 éves férfi, aki többeket megkéselt Kajdacson még 2022 szilveszterén. A fiatalnak nem ez volt az első bűncselekménye. A román vádlott enyhítését fellebbezett. Fotón, ahogy a már elfogott bilincsbe vert késelőt kísérik a rendőrök, a most 21 éves román állampolgárságú férfi 2021 szilveszterén támadt rá a szomszédjára, akivel néhány perccel korábban még együtt búcsúztatták az óévet. Az áldozatot a saját felesége és a kisgyermeke szeme láttára szurkálta meg egy 20 cm hosszú késsel a mellkasán és a vállán. Ezt követően egy másik szomszédjával is hasonló módon bánt el, aki megpróbált őt megfékezni. Az egyik megszúrt áldozat fia teperte végül le. A később menekülésbe kezdő brutális támadót végül Cece térségében fogták el az egyenruhások. Az ügyészség mások mellett emberölés és súlyos testi sértés kísérlete miatt emelt vádat. Ítélet most született az ügyben. A szekszárdi törvényszék bűnösnek mondta ki a vádlottat több bűncselekményben is, egyrészt több emberen elkövetett emberölés kísérletének büntettében, másrészt súlyos testi sértés büntettének kísérletében és még rongálás vétségében is, ezért a bíróság halmazati büntetésül 10 év fegyházra ítélte a vádlottat, illetve 10 évre kiutasította Magyarország területét. A férfi köteles mind a 10 év börtönbüntetést letölteni, abból nem engedhetnek el neki egyetlen percet sem. A bírósága a büntetés kiszabásánál súlyosító körülményként vette figyelembe a halmazati elkövetést, illetve azt, hogy már volt büntetve a vádlott. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a késelő enyhítésért fellebbezett. 10,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi üzletek forgalma februárban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Leginkább üzemanyagból vettünk kevesebbet, ott közel 15%-os a mérséklődés az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest, de az élelmiszerek esetében is 10%-os visszaesés volt tapasztalható. Februárban az országos kiskereskedelem forgalma 1310 milliárd forintot ért el.
Októberben tovább csökken a távfő intézményi ára, lényegében megfeleződtek a díjak, közölte az Energiaügyi Minisztérium. A nem lakossági fogyasztók már az év elejétől olcsóbban vehetik igénybe a földgáz alapú távfőszolgáltatást. A hatályos díjak januártól 3/4 éven át maradnak érvényben, szeptember végéig nem változnak, akkor pedig az úgynevezett átmeneti földgázellátás jóvoltából az intézményi és egyéb felhasználók akár harmadával olcsóbban vehetik majd igénybe a távfőszolgáltatást a következő fűtési szezonban, olvasható a közleményben. Ismét saját termükben edzhetnek a tolnai Asztali Teniszklub tagjai. A Tolnán kiemelt helyi sportegyesületként működő közösséghez egyre több helyi fiatal csatlakozik. Nem véletlenül, a szezonban folyamatosan versenyeznek. Néhány napja kezdtek el edzeni a tolnai Asztali Teniszcsapat tagjai. Eddig a sportcégház termeit nem fűtötték, a kora tavaszi időjárás beköszöntével viszont újra gőzerővel készülnek a szezonra. Brucker Lilla, az egyesület tagja fiatalkora ellenére sok színvonalas eredménnyel büszkélkedhet. Országosan az újoncban vannak inkább jobb eredményeim. Ott országosan 8. hely, 6. hely a legjobb, de amire a legbüszkébb vagyok, ez a régiós bajnokságokon 3-szor vettem első helyezett, és erre nagyon büszke vagyok. A tanulmányai mellett jár pingpongra Brucker Lilla, aki az idei megmérettetéseiről beszélt. Nekem a tanulás az elsődleges, és ez a legfontosabb, de még pingpongozok, és az országos versenyeken már nem járok, de NB1-ben játszok. Ott lesz még egy elmaradott tavaszi forduló, amit le fogunk játszani, majd április vége felé, illetve az országos diákolimpiára is megyek. És igen, egyelőre ennyi. Majzik Tamás, a tolnai Asztali Teniszklub vezetőedzője azt mondja, sietniük kell a felkészüléssel, mert hamarosan kezdődik az idei versenyszezon. Szarvason lesz újonc országos bajnokság, tehát U11-ba, U13-ba fog indulni, és a április 22-én, 23-án Győrben lesz az NB1 tavaszi fordulójának a második része. Tehát oda megyünk a felnőttekkel. Az edző elmondása szerint a cél az, hogy tavasz végére a lehető legjobbak legyenek. Regionális híreink következnek. Húsvétkor népszerűek a nyulak. Az ünnep után is gondoskodni kell az állatról. Cél a zöld gazdaság. Közös fórumsorozatot tartottak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában. Szemétszedés Kaposfüreden. Civilek tisztították meg a település részt. Húsvét közelettével egyre népszerűbbek a nyulak. Ezeket az állatokat többen is ajándéknak szánják, főként gyermekeknek. Fontos azonban, hogy legyen szó bármilyen állatról. Mindig hosszú távon, felelősen gondolkodjunk, mondta a Misina Természet és Állatvédő Egyesület elnöke. Farkas Tamás hozzátette, egy nyulat, amely 5-10 évig is elélhet, ugyanúgy kell gondozni, mint más házi kedvencet. Ezek a nyulak a Misina Természet és Állatvédő Egyesület telephelyén ugrándoznak. A húsvét közelettével ezek az állatok nagyobb figyelmet kapnak, hiszen sokan gyermekek részére vásárolják vagy fogadják örökbe őket. Az egyesület elnöke azt mondja, felelősen kell dönteni, legyen szó bármilyen állatról. Farkas Tamás hozzátette, a nyulak akár 5-10 évig is élnek, ezzel is tisztában kell lenni, hogy ne csak az ünnep idejére szerezzük be az állatot. Lehet, hogy most furcsát mondok, de inkább a plüss nyulat és a mesét tudom javasolni. Hacsat nem nagyon elkötelezett valaki, hiszen azért az állattartásról, a jó értelembe vett állattartásról nem szeretnék senkit se lebeszélni, de ehhez tisztázni kell mindig a körülményeket. Tehát ez a nyuszi, akit itt a kezembe tartok, ő egy kifejlett nyúl. Tehát nagyjából arra kell számolni, hogy egy nyúlunk lehet akár egy 8-10 kiló is. Természetesen ennek a nyúlnak ennie kell,
és a megfelelő táplálékkal gondoskodnunk kell. A nyúl főevő állat, és mint ilyen fő tápláléka a jó minőségű széna. Ez teszi ki étrendjének 70-80%-át. Ezen kívül adható neki táp vagy kisadag zöldség. Alomanyagot és megfelelő higiéniás körülményeket is kell biztosítani. Fontos azonban szem előtt tartani, hogy a nyulak nem ketrecben való tartáshoz vannak hozzászokva. A természetben szeretnek ásni, rágcsálni, hiszen fogaik folyamatosan nőnek, így az ehhez szükséges körülményeket is meg kell teremteni. Első lépésként viszont meg is kell barátkozni az állattal. Azt tudom javasolni, hogy akár nálunk, akár máshol találkozhatnak a gyerekek a nyuszival, megismerkedhetnek vele, megsimogathatják, közvetlen kapcsolatba kerülhetnek vele, és így azt gondolom, hogy ez a nyúlnak és a leendő gazdának is nagyon megfelelőbb vagy etikusabb. Nagyon rossz azt látni, amikor húsvét után elindul a nyúldömping és hozzább a nyuszikat, és még azt mondom, még mindig ez a jobbik megoldás, mint hogyha ezek a nyulakként végzik mondjuk a házak között, vagy nem akarom a drasztikusabb megoldást mondani. A húsvéti ünnepek elmúltával is gondoskodást és törődést igényelnek a nyulak. Mivel élő állatról van szó, így nekik is szükségük van pihenésre. Az ünnepi játszadozás és simogatás közben hagyjunk nekik időt a kikapcsolódásra, főleg ha kölyök nyuszink van. Cél a Zöld Gazdaság címmel tájékoztató jellegű fórumot szervezett a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Fenntarthatóság és Környezetvédelmi Kollégiuma az Energiaügyi Minisztérium programfinanszírozásával, valamennyi régióban a helyileg leginkább aktuális és fontos témakörökben a vállalkozók számára. Pécset április 6-án rendezték meg a fórumot. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Kollégiuma és a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége megállapodott abban, hogy elméleti és gyakorlati tudásbázisukat, valamint kapcsolatrendszerüket közös szakmai céljaik érdekében együttesen mozgósítják. A két szakmai szövetség az Energiaügyi Minisztérium programfinanszírozásával, Cél a Zöld Gazdaság címmel tájékoztató jellegű fórumot szervez valamennyi régióban, a helyileg leginkább aktuális és fontos témakörökben a vállalkozók számára. Abból a pozícióból, amit a Magyar Kereskedelmi Iparkamarán belül betöltök, ez természetes, hogy fontosnak tartom, hiszen ez az a kérdéskör, amiért mint alelnök felelek. Nevezetesen a körforgásos gazdaság, az energetika és a környezetvédelem kérdésköre. Nem kell mondanom, hogy mind a három egy olyan aktualitása a mai gondolkodásnak, amiben mindig nagyon fontos az, hogy előrelépjünk, minél többeket nyerjünk meg a tudatos, olyan fenntartható jövő építésének, amivel az emberiség a fennmaradását tudja biztosítani. Dr. Vereckei Zoltán a Környezetvédelem és az Energiagazdálkodás konfliktusa című nyitó előadása után Markó Csaba, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége szakmai igazgatója tartotta meg előadását. Igazából ugye itt arról van szó, hogy szeretnénk azt elérni, elősegíteni, hogy a hatóságok és a vállalkozások azok egy nyelven beszéljenek, a fogalmakon és a teendőkön ugyanazt értsék, és igazából ennek a körútnak ez az egyik célja, hogy egy párbeszéd kialakuljon, illetve hogy tájékoztassuk a legújabb uniós magyar szabályozási fejleményekről mind a hatóságokat, mire számíthatnak, illetve a vállalkozásokat, hogy mik azok a feladatok, amiknek az elvégzésére föl kell készülniük. Én megpróbálok egy rövid áttekintést adni arról, hogy levegőtisztaságvédelemben, hulladékgazdálkodásban, vízügyi kérdésekben mik azok a legfrissebb, aktuális kérdések, amelyekkel foglalkoznia kell mindenkinek. És hát azt reméljük, hogy kialakul egy párbeszéd, egy kérdésfelelek, esetleg problémák merülnek föl, akkor azokra választ tudjunk adni. A közös eseménysorozat célja, hogy az érintett régiókban működő közigazgatási szervek, vállalkozások, köztestületek, oktatási intézmények számára tájékoztatást nyújtson a körforgásos gazdaság kialakításához vezető általános és regionális keretekről és lehetőségekről. Újabb párbeszédet, platformokat nyitva a gazdaság zöldítését előtérbe helyező közös szemléletmód kialakítására.
Szemétszedési akcióra hívták a kaposfüredieket. Az önkéntesek a településrész Toponárral összekötő út környékét tisztították meg. A kaposfüredi városrészben régi hagyományai vannak már a közös környezetszépítésnek. A koronavírus járvány miatt azonban az elmúlt időszakban az ilyen akciók elmaradtak. Most viszont újra összeálltak a településrészt tenni akaró lakói. Egy-két fiatal kezdeményezésére pont itt jön velem szembe a hölgy, aki az egyik kezdeményező volt, és akkor összerántottuk a csapatot, és úgy gondoltuk, hogy most rendbe tesszük itt. Ez mindig egy nagyon rossz gócpont nekünk, ez a Toponár-Füred átkötő út. Itt nem tudom, miért vonza az embereket, hogy ide kihozzák a szemetüket, mikor mindent le tudnának adni a hulladékudvarba. A közös szemétszedés nem csak az utcák terek tisztasága miatt fontos, hiszen a társadalmi felelősség vállalása is felhívja a figyelmet, mondták a résztvevők. Otthon is ügyelünk a környezetünkre, a közvetlen környezetünkben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért is felelősek lennénk, hogy a tágabb környezetünket se szennyezzük el. A tucatnyi lelkes résztvevő az Orgona utca, Hóvirág utca kereszteződésénél találkozott, onnan indulva tisztították meg a Kaposfüredet Toponárral összekötő út mindkét oldalát. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Az ünnepre hangolódtak. Húsvétváró a Dombóvári Művházban. Húsvét hétfő. Egyre kevesebben indulnak locsolkodni. 10 év börtön a késelőnek. Többeket is életveszélyesen megsebesített a román férfi. Gőzerővel készülnek a szezonra. Ismét saját termükben edzenek a tolnai asztali teniszklub tagjai. Nagyszombaton előre láthatólag borongós időre számíthatunk, kisebb esőkkel, záporokkal. Húsvét vasárnap a nyugati országrész fölött vékonyodó, szakadozott a felhőzet, bujkáló, szűrt napsütés mellett fordulhatnak elő elszórtan kisebb esőzések. Hétfőn már tényleg elvékonyodik, lecsökken, felszakadozik a felhőzet. Napsütésben lehet bízni, de elszórtan még mindig kialakulhatnak záporesők. Kedden egy mediterrán ciklon érkezésének köszönhetően enyhe, de nedves légtömeg érkezhet. Jellemzően plusz 15 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. Délen elérheti a plusz 18 fokot is. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is töltsék kellemesen a húsvéti hosszú hétvégét, egyenek sok finom sonkát és tojást is. Valamint ne feledjék, kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!